sóstói. Hogy tetszik az új stadion, milyenek az első benyomások? Hát természetesen végigkövettük az építkezést, és nagyon-nagyon örülünk, hogy most már készen van a stadion. Bejelenthettük, és a klub bejelentette, hogy november 21-én már a Vidi Újpesttel is egy megnyitó ünnepséget át is adjuk, de úgy gondoltuk, hogy minél több szurkoló már előre is megnézhesse. Nekem nagyon tetszik, de az az igazság, hogy a legfontosabb nem ez, hanem az, hogy a szurkolóknak tetszik-e, és én remélem, hogy a Vidi családnak ez nagyon-nagyon tetszik, és igazi otthonra lehetünk újra itthon a Sóston. Mi a véleménye a Vidi idei Európa Liga szerepléséről? Azt gondolom, hogy mind a Bajnokok Ligája, mind az Európa Liga mérkőzéseken ez a csapat tényleg mindent megtett, hihetetlen fegyelmezettséggel és szervezettséggel játszott, küzdött, és hát amit most a csoportkörben is a két paukos mérkőzésen nyújtott, de azt gondolom, hogy kint Londonban a Chelsea ellen is az előtt tényleg le kell vennünk a kalapot, és az óriási élmény volt ott 17-18 ezer emberrel szurkolni a Vidinek, és hát bízunk benne, hogy meg lesz az a legalább egy plusz pont még, ami kellene a továbbjutáshoz, az már tényleg a csoda kategóriája, de most a csapat elérte, hogy ott legyenünk a csoda küszöbön. Nagyon-nagyon szurkolunk, már csak azért is, mert akkor mégiscsak megvalósulna a szurkolók nagy álma, és ebbe a gyönyörű létesítménybe mégiscsak lenne nemzetközi kupamérkőzés már 2019 elején is. Kedves szurkoló sereg, dallal így köszönjük meg azt, hogy együtt vagyunk győztesek. Ünnep akkor minden nap, melyen gólt lő a csapat, mikor pályán a döntős 11. Szálljon a dal most az ég felé, Sóstó felett újra felragyog a fény, zsúfolt az á és a vég közé. Gondolta volna a sorozat elején, vagy akár két fordulóval a csoportmérkőzések után, hogy reális cél lehet a továbbjutás? A szurkoló, már pedig a polgármester is elsősorban a szurkoló, az persze mindig bízik ebben, és bízik a jó szereplésben és a csapatában, úgyhogy bíztunk, de azért az, hogy mondjuk a PAOK-ot kétszer úgy verjük meg, hogy gólt sem kap a csapat, én azt gondolom, hogy azért ez minden szép álomnál is még szebben alakul, és az, hogy ott egy pont kell a továbbításhoz, az pedig azt gondolom, hogy minden várakozást felülmúl, de hát kivéve úgy látom, hogy a csapatért, mert a csapat az edzői stábbal együtt komolyan gondolta azt, hogy nem epizód szerepre készül a csoportkörben. Mondhatjuk, hogy ez abszolút sikerült, ráadásul most is azt gondolom, hogy egy gyönyörű góllal sikerült a mérkőzést behozni, hihetetlen fegyelmezett, szervezett játékkal. Ez azt gondolom, hogy a következő két meccsen is jól jöhet, és hát remélem, hogy a Bata ellen már sikerül kiharcolni a továbbjutást. Még egyszer azt gondolom, hogy megérdemelni ez a csapat is, megérdemelni a klubba támogatók, de leginkább azt gondolom, hogy a szurkolók. Nagyon régóta várnak a szurkolók, hogy hazaköltözön a csapat, most ez megvalósul igazi jó hazai bajnoki rangadókkal, és remélem, hogy utána pedig következhet egy jó Európa Liga mérkőzés már itthon, Székesfehérváron.